Na, sziasztok mindenkinek! A múltkori alkalommal, hogy feltöltöttem a videót, és kaptam visszajelzést, hogy a kamera minősége remek úgy tűnik, tehát, hogy ez a Full HD 60fps-es történet igazából megmarad. És ez a videó viszont még egyenlőre fog zajlani, tehát ilyen kézzel nyújtogatás, ez az igazi mechanikus selfie bot most néztem ilyen 1500 forintért, na ezek után valószínűleg most már e, normális am fog ez működni újra, hogy egy kicsit jobban belátható hát meg beláthatóbb is legyen, meg jobb legyen a fogás is, mert így a telefont azért fogni még mindig nem az igazi. Ezt múltkor is mondtam az előző videómban, és gondoltam, hogy megint egy kicsit kijövünk, és akkor itt lehetne mondjam, megint egy jó kis témázást csinálni, mert az időjárás is most már 36 fokról, valószínűleg lementem 30-ra. És belegondoltam abban, hogy mennyi minden változás is történt. Tehát egészségügyben, úgy lelkileg mennyi minden változás éri az embert. És igazából szokták mondani, hogy az élet járója és az élet egyik fix pontja, a változás. Jó, persze vannak olyan emberek, akik ezt nagyon-nagyon makacsul nem szeretik. Én speciál hiszek abba, hogy a fejlődés meg a változás kell, bár ugyanakkor vannak dolgok, amiben ugyanakkor én is ragaszkodok a jó bevált sémákhoz. Például gondolok az olyanokra, hogy a gépen még mindig használom a vinampot, amit még mindig így mondok ki, csak úgy, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy vinamp, mert hát miért ne? Akkor is igazából ez volt, így ejtettük ki, mert nem tudtuk pontosabban, hogy kell, meg na, no, akkoriban ez volt. Hát meg nem tudom, még valaki használ le volt a cd ró program, én még speciálni mindig hiszek ebbe a technológiáról hogy tudjátok, hogy van igazából többféle adatmentés is most már, hogy ez a mostani korban ez úgy néz ki egy adatmentés, hogy ha nem tudod, hogy, hogy tényleg hogy lehetne a legjobb helyen, akkor feltöltöd a felhőbe, és ott valószínűleg ott mindig ott lesz. Tehát annantól kezdve, hogy ott feltöltöd a felhőbe, bárhol elérheted, bárhol nagyon jól is hozzáférhetsz a tartalmakhoz, például képekhez, ez a nekem is. Tehát én is azért annyira tartom magamat, tehát úgy vagyok vele, hogy nem tudom, hogy ki melyik szolgáltatóit használja. Én speciál most tettem fel a OneDrive-ra. Igen, éveken át kerülgettem, mint macska a forró a OneDrive-ot. Most viszont, hogy a Microsoft Office-hoz kaptam egy terabályt mondom, jó, ezt használjuk ki. Töltögessünk fel az adatokat, szuper. Jó persze azon kívül még ott van Google Drive is, hát, Szerintem az a legnépszerűbb, ott is tárlok amiket úgymond másoknak is szeretnék megosztogatni. De emellett én hiszek az offline dolgokba is. Na de miért éppen offline? És ez is akár lehetne egy nagyon-nagyon jó téma, hogy az offline nap még mindig megvan úgymond a varázsa. Na most képzeljétek el, mi történne akkor, hogyha hirtelenjében egyszer csak így megszűnne az internet, mondjuk. Történne egy nagyon brutális kábel szakadás, és mondjuk képzeljétek el, hogy egy hétre nincs internet. Most belegondolni mai világba ebbe, ez szerintem a legrosszabb rémálom lehet. Vállalkozásoknak, boltoknak, nagyon-nagyon-nagyon sok helyen, úgymond ez lehet talán a legrosszabb forgatókönyv, ami bekövetkezhet hogy nincs internet. Na most a legtöbb ö, játékosnál is, és legtöbb embernél is gondolom, ez nagyon-nagyon fura lenne, hogy egy hirtelen egyszer csak az lenne, hogy nukú internet. Most valószínűleg a, az a legvalószínűbb forgatók hogy persze, hogyha internet hiba van, akkor általában már valószínűleg, hogyha főleg nagyobb helyen lenne mondjuk egy településén, akkor valószínűleg már egy óra után a szolgáltató összes szakembere mondjuk elkezden dolgozni ezen. De most tételezzük fel, hogy nem ez történik meg, hanem tényleg akkor a hiba, hogy annak nagyon sok idő kell. Na igen, akkor jön mondjuk az okos telefonos történet. Tehát lehetne igazából az is, hogy akkor mindent átviszünk az okos telefonra. Viszont én mindig a mondó vagyok, hogy a telefon az borzasztó jó, de sokan, én magam is persze beletartozom, nem igen kedvelem azt a megoldást, hogy hogy mondjuk telefonon nézem, meg mondjuk egy komplet filmet. Oké, hogy én, tehát ez szimplán csak a puszta tényeket mondom el, tehát hogy a Galaxy S21 Ultra-nak a képernyője az ezerszer jobb, mint a mostani monitorom. Tehát ezen nem tudom egyszerűen, tehát ennyi pont. Tehát az egyszerűen vitathatatlan a minőségbeli különbség mert az egy sima ledes monitor, egy sima LCD, nem LCD, hanem egy ledes LG monitor, ezt akartam mondani. És hát igen, a képeknél meglátszik azért, hogy HDR támogatás nincsen benne, a felbontás is kisebb, stb. 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 De azért a fizikális adottság azért mindig csak azért a monitorra úgymond preferálódik, tehát hogy azt használja az ember és nem tudom, hogy mondjuk mennyien használnák ezt mondjuk ki. A másik dolog, hogy mi mindig sokkal egyszerűbb például dolgozni is számítógépen, és mondjuk interneten, hogyha van. Nem azt mondom, hogy lehetetlen lenne a telefonon is, csak sokoknak pont az nem tetszene, ugyanúgy, mint előbb mondtam, tehát, hogy kevesebb úgy mond a helyben, tehát, hogy a láthatóság, minden. Oké, megoldható manapság az is, hogy billentyűzetet hozzákösünk egy telefonhoz, meg egeret, hát ezek igazából adják magukat, simán, mond hozzá, lehet kötni, meg ehhez a telefonhoz is van már egy túl, tehát gyakorlatilag úgymond akár kézzel is lehetne írogatni dolgokat, egyszer kipróbáltam úgy nagyon jó büli. de tehát tényleg, Ugyan arra vagyunk, hogy tehát maradna a mobileszközök, de igazából a mobileszközökön maradna az, hogy Youtube, és a Facebookot tudná pótolni. Viszont mondjuk, akinek mondjuk a játékai, mondjuk gondoljatok el, mondjuk, ha valaki mondjuk nagy játékos, mondjuk gondoljunk bele, és mondjuk van játéka, a játék, ami folyamatos online kapcsolatot igénye, azért az gáz. A múltkori a pont volt egy ilyen kimaradás, hogy tehát nem volt internet, beszóltunk a szolgáltatónak, és azt ígérték, hogy 72 órán belül kijönnek, 48 óra alatt működött, és utána minden szépen úgy, ahogy kell. Viszont például addig is mondom, jó, akkor próbáljunk ki mondjuk valamit, hogy addig is üssük el az időt, mert mondjuk két munka között van az ember, azért jó lenne egy kis pihenés, és mondjuk elindítottam volna a FIFA 20-at. Ja, hogy az originek ez nem tetszik? Ha, 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 ha. Mondom, de jó, örülök neki, hogy emiatt mondjuk ez nem indítható e Azért ez para. És, tehát nagyon jó, hogy mindig. A másik dolog, meg mondjuk gondoljátok el, hogy azért még nagyon-nagyon előnyös az offline mentési dolgokat választani, mondjuk akár nem mondom azt, hogy CD-DVD, de mondok, egy külső merevlemeznél, tehát nem ezeket mondjuk lehet akár mondani, jó, legyen akkor. Tehát, hogy legyen egy külső merevlemez, és nem csak egy CD-DVD technológia. Azt pedig azért mondanám, hogyha mondjuk történne egy olyan, hogy az ember bekap egy zsaroló vírust. Na most, a zsaroló vírusnál oké, okay, hogy az az ember az, hogy elkapjon egy ilyet, azért külkeményen tennie kell, érte? Viszont annyira nem vészesen nehéz, mostanában nem, nem vészesen nehéz egy ilyet elkapni, nagyon nem. Hát elég annyi, hogy mondjuk valaki mondjuk kap egy e-mailt, bizonyára egy ilyen nagyon-nagyon frankú ajánlattal, mit tudom én, gyakori az. Múltkor pont meg is néztem a egyik ilyen mappában úgyhogy csak így hülyesébben megnéztem így a címeket így a spam mappában, hogy miket adogatok be. Tehát ez a klasszikus Microsoft e-mail, ami annyira my, Microsoft, hogy gondoljátok, tehát ez a macska köröm nem véletlenül van itten. És ez nem azt jelenti, hogy újra mutogatok a telefonnak, és olyat akarok, ami nem kamerába való, szóval... Tehát jöhet egy ilyen, és valaki megnyithatja. Klasszikus volt az, amikor a adóhatóság nevében küldtek egy ilyet. Volt, aki ezt úgymond kegyetlenül is nyelte, és ez egy nagyon nagy probléma is volt. Ilyen is előfordulhat. Vagy például én, amit már nem tudom, hogy mennyiszer kaptam ez a ez a én vagyok a kiválasztott, küldjek valamennyi pénzt, valamennyi, mert a nigériai herceg vagy ki a francnak, és akkor ő majd át fog utalni pénzt, mert én vagyok a nyertes, meg én vagyok én. Öhm, lehet, hogy az egyszerű ember meglátja, hogy ó, ezt ki kell használni. Talán azt tudjuk, hogy, hogy sok ember szereti mond elkövetni azt, hogy tehát nem tudja felfogni, hogy ami, ami túl olcsó, ott van valami. Te és beleúrik a dolgokba. Tehát, hogy fel kéne fogni azt. Tehát a Facebookon is szoktak olyanok lenni, hogy ez a megoszt, nem tudom melyik, az Aldi, a Tesco, Mága Zoltán, meg nem tudom én milyen nevekkel látom, vagy lehet ezt nyerni. felhalmozódva vannak az iPhone telefonok. Tudjátok mennyi az eső, valójában kaptok olyan telefont? És állásupont attól a szemétől. <síns> <síns> Hogyha azt hiszed, hogy biztosan fogsz kapni, akkor sajnos el foglak téged. Mert nem. Úgyhogy... Úgyhogy az ilyenek így szoktak lenni, de hogyha cserébe regisztrálsz, akkor nagyon jó esetben bejön egy ilyen adathalászatos dolog is. É, így van. Na de tényleg visszatérve az elejére. Vagyis az elejére, amit vissza kell kanyarodni, még a legelejére, amit a videó elején mondtam. Tök király, mi? Hát igen, ezért vagyok itt kint, hogy ezt így meg lehessen beszélni, és jó járni, mint igazából most ezt a helyet, tehát nézzétek meg. Hát így én ezt szoktam egy végig járni. Igen, most jutott eszembe, hogy igazából. Hogy így mutatom nektek a helyet, hogy én így szoktam járkálni. Visszatérve. Mm, azt akartam mondani, hogy tehát a vírusnál, és mondjuk tényleg tény, té mondjuk bekapod, és utána nem tudod, hogy hogy kell feloldani. Na most van egy nagyon-nagyon kicsi százalék, hogy talán valamit vissza tudsz nyerni, de, de, erre szoktam mondani, hogy a zsarolóvírus mondjuk egy uh, Winchesteren, tök mindegy, hogy akár egy sima HDD, egy 2 vagy egy SSD, át tudja írni a dolgokat. Na most egy CD lemezen nem tud mit kezdeni, pont. Kész. Tehát egy CD nem tud mit kezdeni, Amely egyszer egyszerűen rá lett érve, az, az nem tudja átélni, pont, az, az egy biztos pont. A másik dolog pedig ugyanúgy, hogyha van ilyen külső, merebb lemez, az is most már egy nagyon jó opció, szerintem legalábbis, hogy ha mondjuk hogy nagyon sok adatot mentesz ki, tehát ami mondjuk CD-re akár így mondjuk kiférne egy ilyen 8-10 lemezre, esetleg 15-re, az úgy elég kellemetlen. Kicsit olyan érzése van az embernek, mint hogyha a régi, mint a régi számítógépes időszakban volt, mondjuk ilyen, gondoljuk egy ilyen Windows 95-98-as időkre, amikor még akinek ismerős még így, hogy floppy lemez, a játékos körülbelül talán még új is ismertik, mint a híre, vagy a Total commander a híres mentésikon, de most, amikor mondjuk volt ebből vagy 10 vagy 20, és az egy programot tartalmazott, és mondjuk gondoljátok el, hogy egy, egy lemez megkarcolódott vagy kényelt. Ö, akkor az igazából az egész mentett a fűjesztőbe. De, tehát igazából amire ki akartam volna jutni, hogy a külső tárolókon azért viszonylag több alatot lehet tárolni. Én nekem is azért a külső tárolón azért a fontosabb zenék és a képek, az ilyen családi képek, stb. stb. inkább azonban az még egy másik biztos pont, meg az ilyen lemezek, ami azért persze vannak úgymond dolgok, vannak buktatók, amiknél nagyon oda kell figyelni. Például az egyik, amit kiemelnék, az a tárolás. Bár a tárolásnál is hozzá lehet tenni azt, hogy tehát régen köszönött én volt a cd lemezek tárolása, az nagyon kényes dolog, tehát nem véletlenül van topba mindig, mert nagyon könnyen karcolódik, a mély karcok azok elolvashatatlan át ezek az egészet, ha tele van karccal, az is lehet políroztatni, de az meg ki tudja, hogy utána milyen eredmény szül. Nem olyan egyszerű ez. De mégis én igazából ezeket a lemezeket olyan helyen tárom, tehát van ilyen mappa, és abban igazából egész vannak, és várva azt, hogyha valami bekövetkezik, akkor így könnyen lehet így mozgatni. Úgyhogy én igazából ezt tudnám mondani ezzel a témával kapcsolatban, az, az offline dologgal, hogy az ilyenkor nagyon jó az, hogyha van. Na mert most, hogy azért is, mert hogyha például vannak még mindig olyan játékok, amelyek offline-on is mondjuk nagyon jó használhatóak, jó, hát persze ezek nem az ilyen trendi játékok, de... E, tehát én hiszem azt, hogy nem kell mondjuk egy olyan gondolkodásmódot kiváltani, tehát nem kell egy olyan gondolkodásmódot követni, hogy kialakuljon egy ilyen játékszabizmus. Gondolok itt például arra, hogy... Csak a legújabb játékok a jók. Ú, a grafika milyen jó, és egy 2005-ös az képes. Ó, mennyire gyenge. Ú, ez már mennyire elavult. És attól, attól még, a régi, attól még ugyanúgy jó. Fú, erről viszont szerintem én egy külön videó majd. Szerintem erre majd fogok szentelni. Nem tudom, hogy hogy vagytok veled, de szerintem ez egy nagyon jó téma lesz egy következő alkalomra. Hmm, tehát tehát lehetne nem játszani is, meg zenéket is hallgatni, mert mondjuk gondoljátok el, hogyha valakinek mondjuk nincsenek, offline off zenék, mondjuk kiír, vagy, mert mondjuk már annyira rá a mostában nagyon trendi Deezerre, vagy Spotify-ra, azért akkor is kellemetlen, nem? Úgyhogy szerintem azért még az offline adattárulásnak még mindig megvan a jövője. Ezért De ez egy biztos Annak ellenére a fejlődésben én azt mondom, hogy egy jó. Tehát a változás kell. Tehát a HDD-ken, tehát a sima HDD-ken, a lemezes HDD-k, megvan az az előnye, hogy mi mai napig is kb. 10-szer több élettartama van egy ilyen lemezes meghajtónak, gondoljátok el, mint egy SSD-nek. Pont. egyszerűen, egyszerűen ennyi. Tehát ha mondjuk egy 640 megabájtos mereb lemezt, ismétlen megabájtos lemezt keresel, és ha az meg volt kémélve, és mondjuk bekötnéd a gépbe, az még szuper üzemel. Pedig azok a lemezek, majdnem 30 évesek, tehát majdnem ak akkori korban vannak, mint én. Így van és hát az SSD-k meg valószínűleg, hát tudjuk, 10 évet nem fognak kihúzni, tehát főleg aktív használat, mert én a 10 évet nem mondanák, szerintem egy 8 év. Tehát jó, hát az ott is függ, hogy mennyi az írás, olvasás, de akkor is én egy kb. 8 évet mondanák rá. Aztán ki tudja, hogy itt változik még a technológia, lehet, hogy ezt is tovább fogják még jobban fejleszteni. De ez is kellett ez az új technológia is, mert a HDD-knek oké, hogy sokáig bírták, viszont rendkívül kényesek voltak mindenre lévén, hogy optika, tehát az ilyen kisebb mozgása mindenre érzékeny volt, tehát nem hiába volt az, hogy számítógépet működés közben áttenni nagyon-nagyon nem szabad, nagyon nem ajánlatos. Hát pont az egyik ezért, mert a rászkódás nagyon nem szerette az eső, is még annyira se, ha beakadt a feje, akkor onnantól már majd, hogy nem. Keresztet lehetett vetni rá, Úgyhogy voltak azért hiány hát meg a másik a sebesség, ugyanis ma már tudjuk, hogy a sebesség az nagyon-nagyon kell, egy nagyon-nagyon fontos dolog, és az idősebb generációnál is gyakorlatilag észre lehet azt venni, hogy a sebesség az nekik még jobban számít. Tehát, hogy ők nem bírják azt, hogy a homokóra folyamatosan megy, meg körbe-körbe, hogy várni kelljen egy-két percet, az már katasztrófa. És igazából, így vagyunk, ez emés, hát a fiatalok is, ugye hát a sebesség is. Azért mert ebben ezeknek volt egy egyfajta sebesség határa is. Tehát azért meg, volt az a, az a limitje. Úgyhogy igen, kellenek a változások, és azért kell így egészségügyi téren is, mert hogy igazából, hogy az ember halad előre az időben, azért ahogy telik az idő, azért része az ember magán is, az egészsége, meg maga az ember is úgy kezd megváltozni. Nagyon jó példát tudnánk saját magamról is mondani, de más is észreveheti magáról, hogy mondjuk, mondjuk elindul egy korból, mondjuk, mondjuk azt, hogy 18 éves kornál, mondjuk azt, hogy tudom hogy valaki ho, olyan vékony, fú, azt a mindenit neki, olyan lakóban olyan vékony, hogy színhetetlen, Megvan minden foga, minden szép, minden jó erő, erő megvan, minden. Nem ráncosodik az arc, meg stb. 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 Hát meg akkor ilyen akkor még hol van. Tehát akkor még így van az ember, aztán később időben, ahogy halad előre az időben, azért már súlyos, már gyors, az már egyre könnyebben feljön, egyre nehezebben akar elmenni, onnantól kezdve így mondjuk tényleg a a gápolás is előtérbe kerül, mert, mert előtérbe kell, hogy kerüljön. Mert ilyenekre is onnantól kezdve figyelni kell, mert igen, változunk. És erre is oda kell figyelni, és én azt mondom, hogy az egészségben sokkal jobban oda kell figyelni néha, sokszor, mint mondjuk az it is piacon, mert tehát az, a, az egy aranyszabály, hogy egy számítógépes hardvert, ha nem pótolsz mondjuk, Két hónap, tehát mondjuk két-három hónapon belül, mondjuk ami nem életfontosságú, mondjuk egyet, tehát például gondolok erre, hogyha mondjuk most be kell érni mondjuk most egy 10-60-as videókártyával, és azt gondolt, hogy úristen, már ott van mondjuk egy 30-70-es, és nem tudok enélkül de tudsz nélkül élni tehát ha csak nem olyan munkád van, akkor tudsz nélkül élni. De mondjuk, ha az egészségedet elhanyagolod, akkor az viszont a hosszú távon az borzasztóan vissza fog ütni. És igazából én is erre álltam rá, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát nagyon-nagyon nem volt egyszerű nekem. Szokatlan volt, ugyanis eddig éveken át azért az energiétal az brutális volt nálam, tehát így a a napi egy dobozhoz megvolt, Tehát kész, az meg volt a napi egy doboz, hozzá meg, meg, voltak a kóla, meg volt csokoládé, és időnként azért meg, még aztán ki tudja, egy hónapban egyszer, legalábbis így mondtam, inkább igazából egyszer nem fordult, hogy ember vett pizzát, meg ilyesmi, és, és tényleg az és akkor az étrendnek azért a mellékhatásai aztán szépen lassan kijöttek az emberen és most meg átálltam, hogy azért most már kis normalizáljam már ezt is, az étrendet, és már jutottam oda, hogy nincs energiaital, sokszor még kávé sem, mondjuk ennek van egy másik hatása, hogy ugyanakkor fáradékonyabb is lettem, de hát úgymond ez meghozta mondja ezt a dolgokat, no, de azért majd a kávéra azért jó volna valamelyes rászokni. Tehát marad a kávé, ásványvíz, és az étkezéseknél is mond, hogy no kenyér, meg elég sok minden no lett. Nem lett óm lett. Viszont kajába éneket ezek, hogy mondjuk húsokból, mondjuk a csirkemelfilék voltak, és akkor egy nagyon kevés, vagy rizsel, vagy krumplival, vagy mindennel, és azért észreveszi az ember magán, hogy a közészetén úgymond sokat javított ez a dolog. Jó, hát persze nagyon nehéz mondjuk, mit tudom én, egy ilyen társába menni, főleg akkor, amikor az a cél, hogy mondjuk egy rendes súlya legyen az embernek, tehát hogy akkor egy menni, ahol nagyon van kaja, van pia, van minden, és hogy akkor elcsábúhat. És nem az a van a baj, hogyha az ember egyszer eszik. Tehát nem az a baj, mert utána, hogyha az ember tart utána egy normális napot, akkor utána igazából ez meg is oldja a dolgokat, mert utána egy napot kidítázza magát. Üm, viszont az is benne van, hogy ugyanakkor az ember rákap az egy úristen, mi maradt ki, akkor utána a második nap már akár bekövetkeztet az is, hogy akkor vissza, visszamegy a régi életrende, és onnantól látogatja a hűtőt meg. Úgyhogy ebben nem akarok belemenni, hát meg az, hogy ami nehéz volt, az főleg egy vállalkozónál, de amúgy mindenki másnál is akár, tehát igazából aki nem gyárba dolgozik, vagy ilyen nagyon-nagyon kötött helyen van, hogy azért az étkezési periódusok, tehát hogy hogy kell étkezni milyen időközönként. Na ez volt még nehéz, amit nálam volt, mert nálam is volt, hogy egy egész nap nem ettem semmit, aztán este beestem a youtube ismertek a történetet, na no, hát ezzel nem nagyon lehet fogyni, meg, meg úgy alapból nem egészséges ez a történet, De be kell állni egy hármas főétkezésre, a meghatározott időközben, és akkor így egy frankú dolog lesz, és így kialakulnak bizonyos dolgok, és az ember fogja és ezt alkalmazni, és ez szerintem barom jó egy dolog. Na viszont mielőtt azt gondolnátok, hogy én most egészségügyi tanácsokat fogok adni, és akkor ajánlani fogom nem tudom milyen porokat, hogy igen, hogy ezt kell, meg azt kell, magam azt kell a fogyáshoz, nyugalom, ez még mindig az LZN 777-es csatorna, tehát nem fogok azért ilyen irányba elmenni. Csak gondoltam, hogy ha már ilyen jó az idő, meg a múlt kori, akkor már elég jól sikerült ez a beszélgetős, de hát akkor gondoltam, hogy összehozok most egy ilyet is egy ilyen beszélgetős tartalmat, mert hát most arra, arra nagyon jó a kapacitásom. És még hogyha ugye jó lenne az idő is, ugye? Tehát, de hát ebben is az ember értitek, tehát, hogy ha tél van, az nem jó, mert hideg van. Ha nyár van, akkor nem jó, mert meleg van. Na most tavasz, a tavasz meg az ősz, meg most nem is nem szokott lenni. Tehát ilyen rendes átmenet meg nincs. De az a lényeg, hogy élvezni kell ezt az idő, amit most adhat, amit most kínálhat. Úgyhogy remélem, ti is kihasználjátok ezt a nyári időt, és nagyon köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte ezt a videót is. Ha tetszett, és szeretnétek hasonló tartalmú beszélgetős tartalmakat, akkor pedig ma iratkozzatok fel, illetve jelzétek kommentben, és találkozunk a legközelebbi alkalommal. Addig is, sziasztok!